Köszöntöm a meghívást, és akkor találkozunk holnap 5:30-kor Szabadságtér. Orbán Gabi show! OG fam! OG! 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 Oh yeah! OG! That's right! OG! OG fam, sziasztok, újabb nap, újabb videó, kellemes reggelt, kellemes délvét, kellemes délután, nem tudom mikor nézek, nem is ez a lényeg. Előkerült a rövidnadrág, jobbacska az idő, tegnap volt május 1-e, kellett volna legyen fellépésem sugásfürdőn, de elnapolták, ugyanis szar volt nagyon az idő, TD-jét, a napsütés. Most meg szépen megyünk a Sepsi Rádióba. Ugyanis ezt el kéne beszéljük Grubival is. De Grubival is ezt meg kell beszélni. Beszeretném jelenteni a rádióba is, hogy végre lesz Szentgyörgy napokú Orbán Gabi show, és hogy mi történt, miért lett elnapolva, stb. De előtte ugye az autóval mondtam, gondok voltak, porlasztó problémák voltak, ez is kisült már ott ugye Bukarestben. Közben vettem 4 porlasztót, amit elküldtek, beszereltük, akartam indítani az autót, és nem indult, úgyhogy azt visszaküldtem. Közben még küldtek 3 porlasztót, azt is kifizettem, de azt még be se tettük, ugyanis közben visszatettük a régit, és csodával határos módon minden érték jó helyre jött, nem füstöl az autó, nem rángat az autó, úgyhogy hát egy ilyen 1000 eurót kifizettem, és tiszta hiába. Úgyhogy most azon vagyok, hogy minden csomag küldjek vissza, a pénzeket szereljem vissza. Na de elég is a pofázásból, most akkor gyorsan leszaladok az autószerelő műhelyig, és utána megyünk a Sepsi Rádióba, veletek találkozunk a rádióba. Peace, peace! Na, szerintem együtt voltunk ebben a rádióban 4-5-ször. És azt kell, hogy mondjam, most van az első olyan alkalom, hogy ugye én nem dudálok, én nem várjam a kormányt, és nem vagyok elkésve, de időben érkeztem ide. Még van 10 percem, és hát ez azért elég. Ez elég ritka nálam azért, hogy ennyire időben elérjek valahova. Na de ez is összejött, úgyhogy megyünk be a rádióba, és nem tudom, miről fogunk beszélni, szerintem erről, hogy elmaradt a bemutató, és még gondolom, hogy Grubinak lesznek kérdései, mert általában neki szokott lenni, mindig. Egy picit világosítanom kell, így. Sompol és Henny Aiko Dalaszor itt a Sepsi Rádióban köszöntöm Önöket, folytatjuk a beszélgetés sorozatot itt a Sepsén. Ugye Szentgyörgy napok mától már a hétvégi programokkal rukkol elő. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy ma este már program van a főszínpadon, és aztán holnap meg a különböző tereken, beleértve például a, mondjam azt, hogy a fő helyszínt, a Szabadság teret, ahol többek között Orbán Bara Gabi is meg fog nyilvánulni. Gabi, köszöntelek a stúdióban. Most jó néhány Szentgyörgy napok alkalmával volt már olyan, hogy ilyen-olyan rekordkísérletekkel rukoltál elő, de ha jól sejtem, akkor idén nem ez a cél. Hello, hello, üdvözlök mindenkit! Igen, végre meghívtak Szentgyörgy napokra is az Orbán Gabi show-val. Szerintem ez lesz a, hát nem az első, de valamilyen szinten azért az első olyan nagyobb itthoni rendezvény, ahol fellépek. Nagyszerű. Na most kicsit utaljunk vissza, vagy gondoljunk vissza azokra az évekre, amikor különböző rekordkísérleteid voltak, hogy kövessük le, mi is történt a rekordkísérletekkel, mert amikor legutóbb beszélgettünk, volt-e magánbeszélgetésünk, akkor azt mondtad, hogy talán mindkettőt megdöntötték. Nem, még a hátsó keréken ugrálás az él. A 2014-ben csináltam először a rekordokat, egy nap 2 rekordot, ugye az első volt az a hátrafele menés,
és a másik rekord az a hátsó keréken ugrálás. Ezek most már meg vannak döntve, mert 2016-ban egy amerikai BMX-es, ugye a BMX-e egy picit könnyebb, nagyobb sebességet felvenni, és ugye ezzel a sungból könnyebb átfordulni, mert van egy technika a BMX-nél, ugye, hogy egyet felugrasz, a levegőbe átfordulsz, és akkor értelemszerűen nagyobb sebességgel tudott menni hátrafele, így 53 méterre vert a 28 méteres rekordomot. Szerintem még ezt is meg tudnám én dönteni, csak ugye a legnagyobb probléma az az, hogy írja a Guinness rekordoknak a szabályzata, hogy nem ejthet a talaj, tehát egy az ezerhez ejtése lehet az adott területnek, ahol ezt a rekordot meg kellene kísérelni. Ezt persze fel kell méretni ilyen topológussal, meg mindennel, és hát ilyen pillanatban itt Szentgyörgyön nem igazán tudok egy 60-70 méteres sík területet, hogy őszinte legyek. Ez az egyik fő gond ennek a rekordnak a megdöntésében. Valamint akkor, hogyha jól emlékszek, 319-et ugrottam a hátsó keréken, és ez közben a következő évben egy olasz megdöntötte, volt 400, nem tudom, mert a számokkal nagyon nem vagyok jó barát, és akkor ugye utoljára 2016-ban én 561-et ugrottam hátsó keréken. Tudomásom szerint ez azóta is még mindig a világrekord, úgyhogy, ja. Jó, gondolkozol azon, tervezett, hogy esetleg még visszatérni ezekre a kísérletekre? Persze gondolkodok, hogy a, mondjuk a hátsó keréken ugrálás azt, hát nem tudom, úgy vagyok vele, hogy a saját rekordomot, hogy döntögessem, az úgy nem olyan vagány, úgyhogy szerintem még várok, hogyha valaki megdönti. Hogyha nem dönti meg senki, akkor viszont majd, hogyha visszavonulás környékén leszek, akkor majd szerintem még egyet ugrok, hogy akkor legyen egy kicsit több, hogy legyen még nehezebb megdönteni. Vagy valahogy így gondolom én el. Emellett még van egy másik rekord, amire már évek óta szeretnék vállalkozni, csak erre szerintem már meséltem is. Ugye Dubájban létezik a Burj Khalifa, ami a világ legmagasabb épülete, és ott van egy Guinness rekord, hogy valaki felment lépcsőn biciklivel 2 óra 10 perc alatt. Szerintem ezt meg tudnám dönteni, de itt a megvalósításban vannak akadályok, mert nem hiszem, hogy éppen annyi lenne a feladatom, hogy veszem a biciklit, felülök a repülőre, Dubájba leszállok, és oda megyek az épülethez, hogy na fiúk, megjöttem, fel szeretnék menni. Szerintem ott nagyon-nagyon nehéz lehet a papírmunkat, de egyszer nem is tudom, hogy kéne ezt elkezdeni, hogy ez megvalósuljon, de szeretném mondjuk egy ilyen rekordot azért. Nagyszerű. És akkor most térjünk el arra, hogy elméletileg tegnap, tehát május 1-én lett volna ez a bemutató a sugárfürdői majális keretében, viszont az időjárás nagyon komolyan beleszólt, és a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartsák meg, és több mint valószínű, hogy kudarcba fulladt volna. Tehát néhány fanatikus résztvevőn kívül, mármint sportolón kívül, más nem igazán látogatta volna a helyszínt, és kár érte. Úgyhogy amit lehetett újra programoztak, magát a majális pedig valamelyik másik alkalommal fogják megtartani. A polgármester hivatal a munkatársai, a kezdeményezők ebben a történetben és a különböző szakosztályok. Lényeg a lényeg, hogy a te showd ugyan tegnapról elmaradt, viszont holnap megnézhetünk téged. Hol, mit fogsz bemutatni? Így van, sajnos a térdig érő napsütés miatt elmaradt ez az egész cucc. Úgyhogy holnap pénteken, május 3-án, 5 óra 30 perctől a Szabadság téren, tehát ott valahol a színház környékén előtt, ugye a megszokott, hát mondom megszokott, nekem megszokott a mobilpályám, itt Szentgyörgyön ez azért olyan sokszor nem volt még bevetve, és akkor lesz egy ilyen jó kis félórás Orbán Gabi show, tehát ugye ezzel járom az országot, ahogy mondtad, és ezt azért tettük holnapra, mert szombaton már megyek Vászlújba, ahol ugyancsak fellépésem van vasárnap, úgyhogy egy kicsit most ilyen zsufolt lett ez a hétvégén, de nem bánom. Ami és jövő hétvégén kézdi leszek a kézdi sportnapokon, úgyhogy... Hát ugyanazt a showt mutatod be, amivel amúgy járod az egész országot, igen, vagy értettem, igaz? Hát ugyanazt, ugye ez a show is nem ilyen kötött, de hát nagy része improvizálás, meg van mindig másképp alakítom ki a pályát. Van egy pár visszatérő elem, ugye az emberen ugrálás, stb., de azért nagyjából mindenhol egyedi a show. Valamint ugye az idén egy új design, meg brandinge van az egésznek, úgyhogy ezt most már így hivatalosan idén
először lesz az új brandinggel fellépés itt Szentgyörgyön. Jó, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor éppen támogatókat, partnereket kerestél. Időközben merre alakult ez a történet, és hogyha alakult, akkor legyen ez itt most a reklámhelye, és megköszönheted azoknak, akik melléd álltak. Hát nem teljesen úgy jött ki a lépés, ahogy én számítottam, ugye 4 céget szerettem volna támogatónak, és 2 találtam, a Metalupsot és a Bertiszt, nagyon szépen köszönöm. Ez itt reklám volt. Így van, ez itt reklám volt, valamint még azért föltettem ugye a Bringa szponzoromat, meg van egy táplálékkiegészítő szponzorom, aki az idén kezdett támogatni, a Genius Nutrition, úgyhogy ezeknek is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Valamint most azért úgy néz ki, hogy ugye nyílik egy új terem, úgyhogy mehetek az új terembe és mondjátok, hogy én ajánlottam, ennyivel tudtok nekem is segíteni, és akkor majd reméljük, hogy az új terem is egy támogatóval fog alakulni. Nagy szeretet, ismételjük meg, holnap, azaz pénteken 17:30-tól valahol a színház előtti részen lesz az Orbán Gabi Show, egy bőfélórás bemutató, interaktív, tegyük hozzá, van egy része, ami csak rólad szól, és egy része pedig gondolom, hogy a kicsit a közönség. Így van, ettől egyéni az én bemutatom, a többi ilyen triál bemutatókhoz képest, hogy én nagyon-nagyon bele szoktam vonni a közönséget, néhány helyen azért a szervezők szoktak is aggódni, de hát már jártam úgy, hogy meghívtak egy ilyen gyerekeknek szervezett gyereknapi valamire, és amikor ott kezdtem az embereket lefektetni, akkor a szervezőknek a feje az olyan piros lett, mint a piros alma, és a végén már nem engedték, hogy az emberek segítsék a sót, úgymond, és akkor ők feküdtek be, úgyhogy az is érdekes volt, mikor olyan 12 szervező ugráltam át, de itt szerintem nincs akadály annak, hogy bevonjam a közönséget és egy jó kis showt csináljunk, és persze utána akkor végre lesz egy közönség találkozó, ugye már rengetegen szoktak írni a YouTube-on, hogy mikor lesz Szentgyörgyön közönség találkozó, úgyhogy a bemutató után majd lehet velem fényképet készíteni, aláírást, amit szeretnének az emberek. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál. A hallgatóknak pedig kellemes hétvégét, a koncert sorozatok ma kezdődnek, a főszínpadon ma már program van, sepsirádió.ról, szentgyörnapok.ról, mindkét felületen elolvasható teljes heti kínálat, és kívánom önöknek, hogy sok-sok élménnyel gazdagodjanak ma estétől egészen hétvégéig, Gabikát pedig semmiképp se hagyják ki, és úgy búcsúzunk, hogy márlak majd vissza, amikor valami izgidőrökről történik az életedben, szakmai téren mindenek előtt, akkor gyere és mesélj. Köszöntöm a meghívást, és akkor találkozunk holnap 5:30-kor Szabadságtér. Orbán Gabi Show! Úgy is fenn. El lett volna már ez a videó. Közben vettem itt a rádióba egy cukorkát. Ami nagyon jó. Úgyhogy... Na, lenyelem. Tehát ennyi lett volna már ez a videó. Ha tetszett, tudod a dolgot, iratkozz fel a csatornámra, nyomj egy nagy lájkot, kapcsold be a kis csengőt, kis harangot, nem maradj le semmire a feltöltésről. Valamint akkor remélem, hogy találkozunk veletek pénteken, az május 3-án kint a Szabadságtéren, vagy hanem 11-én kézivásárhelyen KSA napok, KSA sportnapok. Mai napi komment, ez megy ide. Orbán Gabi voltam. Peace!